Elégedett vagy az életeddel? Ha nem, akkor miért nem? És mit tudsz ez ellen tenni? Ha ezt megteszed, mi a legrosszabb, ami megtörténhet? És mi a legjobb, ami megtörténhet? Pár hónapja én is ezeken a kérdéseken mentem át, és ahhoz jutottam, hogy fel kell adnom az életem, és előről kezdeni az egészet, mert a boldogságunk igenis a mi kezünkben van. Nem tudom, hogy mit csináltam rosszul, de ez a kocsi borzasztóan néz ki. A tükrön ez hogy lehet? Ez borzasztó, fú. Erre mindenképp kell egy mosás. Kijárat, úgyhogy menjünk is be. Anna meggondolta magát. Üdv az új lakásunkban. Ja nem, azt a point már előttük. Itt láthattok engem, hogyha megvettem az új PS5-öt. Na, vásárolnunk is kell itt az első napunkon, mert még totál üres a hűtő, úgyhogy vásárolni jöttünk, és én szeretnék ilyen cottage cheese-t, ilyen fehérjés sajtot, és itt most van kétféle. Van egy olcsóbb, van egy drágább. És ha nézitek, viszont a drágábban van például 10 g fehérje se, az olcsóbban viszont 12,5, tehát ebben az olcsóbban több a fehérje, és zsír ugyanaz, szénhidrát ugyanaz. Jó, itt meg, ez mi? Na, itt meg van szintén egy drága, amiben ugyanannyi a fehérje, tehát most nem tudom, hogy miért venné meg a drágábbat, hogy itt van az olcsó, és még több is benne a fehérje. Tehát én az alapján megyek, hogy milyenek a makrók, és a legjobb makrósat választom. Nem márka alapján. Nem. Ja, hát nem márka alapján, meg nem is kell, hogy a legdrágább legyen, hanem legyenek jók a makrók. Ez fontos. Főleg, hogyha fehérjéről van szó. Nekem most nyilván meg kell találnom a termékeimet, szóval azt, amit rendszeresen fogok venni. Hogyha már régebb óta itt éltek, akkor lehet, hogy nektek már megvan. Nekem most sok keresgélés, sok hasonlítgatás, és egyszerűen össze kell hasonlítanom a makrókat, hogy megtaláljam a nekem való termékeket. Na, épp Siniminiszt akartam venni, de Anna rábeszélt, hogy most vegyünk Cheerios-t, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem szeretek ilyen nagy izében vásárolni, mert egyszerűen baromi sok idő, és nem szeretnék annyi időt a vásárlással tölteni. Én szeretem, hogyha csak gyorsan be és ki. Viszont ha már annyiféle édesség van itt, meg igazából minden más, most kitaláltam egy újabb videót, az pedig az lesz, hogy mindent megeszek, amit ti írtok. Úgyhogy most írhatok kommenteket, és akkor jövünk ide vásárolni, és mindent, teljesen mindegy, mindent, amit normális ember eszik,
Szóval most ne valami nyers hússal gyertek nekem, de mindent, amit normális ember eszik, írjátok a kommentekbe, és az szerintem egy egész érdekes videó lesz. Na. Kész a vásárlás. Most mielőtt hazamegyünk. Igen, vettünk rostát az IKEA-ban, az ágyunkhoz. Ágyrács. Azt. És a vásárlást otthon fogom bemutatni, hogy most mit sikerült itt összerakni. Viszont Anna talált valami új Turo Rudis verziót, és ha már itt Magyarországon vagyunk, ezt mindenképp meg kell kóstolni. Ez a sós karamellás. Óriás kérdés. Ez óriás. Ez nem nagyobb, mint a kezem. Ez nem jó, óriás. De egy átlagos Rudi, az csak ekkora. Oké, jó, hogy ezt tisztáztuk. Én erre kíváncsi vagyok. Tegyük hozzá. Durva. Ezt nézzétek. Tegyük hozzá, hogy egész nap még nem ettünk semmit, úgyhogy... Nem véletlenül megett az egészet. Megtörténhet. De jó! Most van egy ilyen nagyon mű mellékíze. Ugye? Yep. Szerintem az eredeti a legjobb menü. Itt vagyunk a konyhában, kipakoltunk mindent, amit vettünk, és gyorsan átvezetlek titeket rajta. Van jó sokféle felvágott, de figyeltem rá, hogy sok vagy magas csirke tartású ízé legyen. Tartású. Tudjátok, mire gondolok. Aztán itt van csirkemell, hogy legyen húsunk. Van két light sajt, egyszer trapista, egyszer mozzarella. Mindenképp kellett gyömbér, hogy reggelente szenvedhessek. Van vaj, van egy két darab kaki, amit itt hogy neveznek? Sharon. Datolja Silva. Datolja Silva. Datolja Silva. Datolja Silva. Mi ez komolyan Datolja Silva? Datolja Silva. Nem mindegy, Németországban kaki a neve. Citrom, granátalma, ez mi? Grapefruit. Grapefruit, de ez valami édesebb változata. Igen. Akar lenni. Almák, mandarinok, ilyen teljes kiödlésű wrap. Tortilla. Ebből is finomat fogunk tudni csinálni. Láthattok még itt három energiaitalt, persze zérós, tehát ebben nincs cukor. És van itt kefir, van itt két magas fehérjetartalmú cottage cheese. Az egyik már ki is lyukadt az úton. Vettünk itt túrót. Sovány túrót. Aztán van itt joghurt. Van egyszer egy 3%-os, meg egy 1,5%-os, ezt már ki is bontottuk. Itt van két ízes. Mi ez? Ez is joghurt? Ez szója joghurt. Szója joghurt, egyszer barackos, egyszer nem, áfonyás. Fenót, saláta, tojás, és még a Cheerios, amit Anna akart, és akkor most én viszont kíváncsi vagyok a kommentekre, úgyhogy igazából ennyi. Egyenlőre a vásárlás. Térjünk egy fontos témához. Vadácsony. Mi az a vadácsony? A vadácsony egy sorozat, amit amióta létezik ez a csatorna, évente csináltam. Ezt úgy használtuk, mint egy adventi naptár, hogy egyszerűen naponta lesz újdonság. Itt a csatornán az volt, hogy naponta egy új videó. És mindig a kommentekbe kellett írnotok nektek a kérdéseiteket, és az a kérdés, ami a legtöbb lájkot kapta, arról szólt a következő videó, és ezt ebben az évben is így fogjuk csinálni. Tehát lesz vadácsony, csak más néven, mert Instagramon kérdeztem, hogy hogy szeretnétek. Inkább úgy, mint eddig, hogy mindig egy téma, egy videó, és akkor akár ilyen rövid 2-3 perces videók lesznek, vagy inkább legyen vlogosabb, és a kommentek alapján mindenki vlogosabban szeretné, úgyhogy az lesz ebben az évben, hogy ugyanúgy lesz vadácsony, csak többet fogok vlogolni, és ezért úgy gondoltam, hogy azt a nevet adom neki, hogy vlogácsony. Igen,
Sajnálom a clickbaitet, de nekem ez baromi sok munka, tehát nekem is valahol kell, hogy azért legalább nézzék meg az emberek a videót, és hogyha ezt a videót most úgy neveztem volna, hogy a vadácsony új nevet kap, akkor szerintem egy harmada annyi megtekintést sem kapna, úgyhogy köszönöm, hogyha te egészen eddig nézted a videót. Igen, lesz vadácsony, csak vlogácsony néven, ami most nem azt jelenti, hogy minden nap mindig csak vlog videó lesz, hanem egyszerűen kicsit nyitottabban tudok ezzel játszadozni, hogyha így alakul, akkor így, hogyha vlog. Ja, szóval próbálok minél többet vlogozni, de lesznek másféle videók is, ezt most egyenlőre meglepetésként hagyom, hogy pontosan mire gondolok, és akkor szerintem ez egy nagyon jó, szép, közös december lesz. Kezdjük holnap, december 1-én találkozunk ott. Köszönjük, hogy végignézted a mai videót. Na, csáááá!